Kisdiákok gyülekeznek a Meze István Művészeti Központ rendezvénytermében, hogy részt vegyenek a második Color City Open sakversenyen. Az eseményen elsőként Galkó Tibor, a Borsodabói Zemplén megyei sakszövetség főtitkára köszöntötte a versenyzőket, őt követően Bukó Géza, a Kazincbarcikai Önkormányzat Társadalompolitikai Bizottságának elnöke mondott beszédet. Körülnézve a teremben látszik az, hogy ennek a sportágnak biztosítva van a jövője, remélhetőleg, hiszen az utánpótlás szempontjából az itt lévő gyermekek, fiatalok tudják pótolni a felnőtteket, illetve ténylegesen reméljük, hogy a nagymesterek is innen a teremből fognak majd kikerülni. Bízunk abban, hogy ez a rendezvénysorozat a későbbiekben is folytatódni fog, és hogy mindenki a mai napon jól fogja érezni magát, eredményesen, sportszerűen fog küzdeni. A technikai információkat Galkó Tibor főtitkár és Kristóf Péter nemzetközi versenybíró ismertették. A megnyitó ünnepségen olyan játékosokat is jutalmaztak, akik a korábbi versenyekről szép eredményekkel tértek haza. Molnár Zoltán, a Kazincbarcikai Sakklub elnöke a Color TV kérdésére elmondta, ezzel a megmérettetéssel csatlakozott a helyi önkormányzat és a megyei sakszövetség a Chess in the City 2018 elnevezésű rendezvénysorozathoz. A rapid sakversenyre kölyök, serdülő és ifjúsági korcsoportokban csak nem 60-an neveztek. Ha a legjobbakat a bírók kupával, éremmel és oklevéllel, valamint értékes ajándékcsomagokkal jutalmazták.